Bár manapság is vannak hivatalos címei, a Nemzeti Sporttanács elnöke, a televízió elnöki tanácsadója, meg mindenféle dolog, ami a tekintélyen jár. A közönség szemében mégis elsősorban riporter a szó régi értelmében, amikor ez a kifejezéshez még teljesítmény tartozott. Bárhogy is alakuljon, ő volt és ő marad a televízió, akárhány év teljen is el azután, hogy már nincs a képernyőn. Vendégem Vitrai Tamás, a Magyar Televízió örökös tagja. Most ténylegesen is elment nyugdíjba? Hát tulajdonképpen nehéz erre válaszolnom, mert én visszasem jöttem a nyugdíjra. Nyugdíjasként kerültem vissza. A sportosztály élére? Igen. És akkor most továbbra is nyugdíjas státuszban van, de mintha egyúttal el is köszönt volna, legalábbis az volt az érzésem az olimpiai közvetítések alkalmával, azt hiszem Janis Natasa és Kovács Kati száma alkalmával, vagy annak a versenynek a végén, mintha elköszönt volna egyúttal egy odavetett mondattal, nagyon szép mondattal a nézők. Kevesen vették észre, mert nem volt szándékom látványos búcsút rendezni egy olyan olimpián egy részt, aminek ez a két napja, ez csodálatosan szépre sikerült, és én úgy gondoltam, hogy ez legyen a búcsúm. Tehát összesen valóban egy mondatot mondtam, hogy a magam részéről én is befejeztem, és minden jót kívánok. És akkor ezt komolyan is gondolja? Tehát, hogy nem kerül többé, nem akar többé a tévé képernyőjére kerülni? Hát most is itt vagyok. Szóval hát mondjuk abban más minőségben vagyok itt. Abban a minőségben nehéz azt mondani. Most én annyira el vagyok számva erre. Esküszöm, hogy tökéletesen egyszer mindenkorra. Tehát, hogy mint kérdező ember, vagy mint szereplő ember, befejeztem. De egyszer már hasonlót mondtam, pedig hát már annak édestóval, mikor is volt az Úristen. Amikor azt mondta, ha mondta, hogy 45 éves korában befejezi, azt mondta, mert nem mondta. Ezt a befejezi, nem mondtam, azt mondtam, hogy nem akarok szerepelni, vagy látszani a képernyőn. Abból indultam ki, úgy látszik, egy picit megelőzhettem a koromat, hogy a televízió szép fiatal emberek műfaja. És úgy gondoltam, hogy 45 éves koromra már leszek annyira, vagy vagyok annyira érett, hogy nem kell ott villogni. Számos ellenpélda van, és én meg nem tartottam ezt be, szó ami szó. Kedves nézőink, ebben az ünnepélyes pillanatban, amikor először, azt hiszem, legelőször a Magyar Televízió történetében jön el kép, riporter képe ilyen messziről az önök otthonaiba, hadd használjam fel teljes japán tudásomat, amikor köszönök önöknek, konnichiwa, és ilyen szépen meg is illik hozzá hajolni. Ilyen udvarias embereket különben még sehol nem láttunk. Azt hiszem Almási Zsuzsának is ez a véleménye. Azt bevallaná, hogy az azt megelőző időben otthon esetleg unatkozott nyugdíjasként, vagy volt még önben annyi spiritus, szenvedély, elszánás, hogy vissza akar találni a műfajához? Hát elsősorban nem unatkoztam. Ezt az ember különben sem mondja szívesen, de talán nem szemtelenség, ha azt mondom, ha én egymagam vagyok, én sose unatkozom. Ezt hogy érti? Hát tessék végig gondolni. Tehát társaságban nagyon tudok unatkozni. Igen? Nagyon-nagyon. De egymagam, hiszen végül is rám van bízva, hogy elszórakoztassam magam. És azzal szórakoztathatom el magam, amit a legjobban szeretek, ha éppen zene, ha olvasmány, ha ne adj Isten olyan őrült lennék, hogy tévét akarok nézni, akkor azt is nézem. Ezt mindig szoktam mondani, és különös hangsúlyjal, hogy televíziót... Nem el tudom. Igen, nem nagyon hiszem el őszintén, szóval évek óta. Hogy nem nézek. Hogy nem néz televíziót. Nem, nagyon keveset nézek valóban. Idegesíti? Rosszabbnak tartja, mint mondjuk azt a kort, amiben maga megélte a hőskort? Annyira másnak tartom, és nekem annyira idegen, hogy az nincs jogom, hogy eldöntsem, hogy mi a jó és mi a rossz. Ami ma korszerű, vagy ami ma dívik, annak a jó része nekem nem nagyon tetszik. Na most
milyen alapon mondom én azt, hogy ez rossz és az jó volt, semmilyen alapon. De azt mondom, hogy nekem nem tetszik, és mint annyi minden másban, az ember nem a saját ízlését hiszi mintának, de saját magára vonatkoztatva azért lehet saját ízlése. Miközben azt mondja, hogy egymagában jól szórakozik, tehát önmagát jól szórakoztatja, kérdezem, hogy nem volt elhamarkodott döntés, amikor a Nemzeti Sporttanács elnöki tisztét is elvállalta. Való-e ez egy 72 éves embernek? Hát mostan ugye itt végig kéne mennem a helyiségbe, futólépésbe, magasra emelt érdekkel, hármat-négyet rugózni, vagy bemutatni, hogy mai nap is 1000 métert reggelente leúszom. Ez nem fizikai kérdés. Ha úgy érzi, most megsértődhetnék egy kicsit, nem? Az, hogy mi ismerjük egymást, igaz? Tehát mondjuk, ha ezt a kérdést fölteszi, akkor föltételezi, szellemileg bizony már rokkannak kéne egy kicsit lennem, hogy, mert így hangzott a kérdés. Nem feltétlenül arra gondolok, hogyha 72 éves ember szellemileg rokkan, a sporttanáccsal a probléma nem ez. A sporttanácsba engem azzal a szándékkal kértek fel, hiszen én nem vagyok a sportból élő ember, és a sportban sem éltem oly mélyen benne. Amikor a legnagyobb mértékben sportkommentátor voltam, én akkor is csináltam más műsorokat, engem sok minden más is foglalkoztatott. Tehát rám még azt is lehetne mondani némi malíciával, hogy én a sport perifériáján léteztem. De a fölkérés valószínűleg annak szólt, hogy egy ilyen széles spektrumú, és akkor finoman fogalmazok, ennyiféle politikai és egyéb érdektől vezérelt emberből álló tanács élén kéne valaki, akinek nincsenek percnyi érdekeltségei, akiről föl lehet tételezni, hogy minden egyebet félre tud tenni, és esetleg talán hátha kizárólag a sport érdekeit nézi. Na most nekem ez rám nézve, ez hízelgő volt, de köztünk szóval én úgy éreztem, hogy valóban én ilyen vagyok. Így vállaltam el. Azt nagyon könnyen lehetett sejteni, hogy egy olyan fajta bizottság vagy testület, ahol minden valamennyi párt, valamennyi szélsőség megtalálható, az nem kiegyensúlyozott lesz, hanem veszekedős. Ez bebizonyosodott. De végül is én nem vagyok a nagyon ijedős. I'm sure that I understood every word that Mr. Vitrai had to say about me. Benne, hogy minden szót értettem, amit Vitrai mondott. You can hear from my accent that I speak Hungarian. Akcentusomból is kivehetik, hogy tudok magyarul. But I trust him. Minden esetre megbízom benne, nagy hiba. Up to a point. Big mistake. Up to a point. Csak egy bizonyos pontig. Mindannyian a fantasztikus katarzis élményben volt részünk, és arra lennék kíváncsi, hogy láttam a művészülöm is, hogy milyen fantasztikus állapotba került a darab előadása után, hogy képes utána percek alatt ismét egy hasonló hőfokra fölkerülni, vagy esetleg még egyszer eljátszani, vagy gyakorlást, hogy ezeket az érzéseket hogyan tudja feldolgozni magában. A betyár 700-át, ad nekem leckét. I tried to translate, it's a little bit tough. After playing with such dynamism and concentration, how do you get back and can again, when playing, get to the same height of emotion? You want the one word answer? Yeah. Talent. Ez egy szavas válasz is kielégíti? Tehetség kell hozzá. A televízió szabadságtéri épülete felé véletlenül sem veti az útját? Tehát arra nem jár? Hát én ott dolgozom pillanatnyilag. Még mindig? Hát hogy ne? Hát elnöki tanácsadóként bejárnak mind nap? Dehogy is, egyszer sem voltam benne azóta. Nem, ez egy különös dolog volt, mert amikor én ezt az áthelyezést megkaptam, ez egy áthelyezés. Sportfőszerkesztőből lettem, ez a hivatalos megnevezés, hogy elnöki főtanácsos. És akkor én megkérdeztem, miután munkaköri leírás nem volt hozzá, hogy tulajdonképpen mostan én hol ülök, ha majd éppen ülni lenne okom. És hát azt mondták, hogy hát
biztos, hát, hogy majd valahol szorítanak. Mondtam, de bocsánatot kérek, hogyha ha akarják, lehet az én főhadiszállásom az én kis falumban, és ott a mi utcánkban a 8-as szám alatt. És akkor ebben mindenki megnyugodott, úgy látszik. Tehát otthon rendel, otthon rendel a tanácsokat. Kvázi én behívható vagy. Hát én még eddig nem volt szükség tanácsra. Én azt szoktam mondani, hogy a baj ott van, hogy nem tanácsot akarnak tőlem, hanem miután főtanácsos a megnevezés, főtanácsot. Most ez még nincs elemezve, hogy hol válik el a tanács a főtanácstól. Különösképpen úgy, hogy még tanácsot se adott. Hát nem, mert nem kértek, nem kértek. Nem szeretném, ha félreérteni. Időnként nem tör magára a haszontalanság érzése? Egy huncut haszontalan, nem, vagy? Nem. Hogy mennyi nincs, mindent tudna még akár ezen az egész mesterségen, nem, vagy tudom, műfajon segíteni? Na jó, akkor most ugye itt évődgettem is, meg próbáltam kis igyekezettel tréfás is lenni, vagy milyen könnyed. Most eltalált egy kicsit, Sándor. Nekem nagyon kikezdték az önbizalmamat. És ez az érzés, tehát az, hogy ezt nem kell magának mondanom, hogy a mi szakmánkban az, hogy az ember önbizalommal telve üljön oda, hogy biztos legyen abban, hogy szükség van rá, az nagyon fontos. Anélkül nem lehet ezt jól csinálni. És azért mindazok, amikről itt két-három mondat erejéig szó esett, ezek a kikezdések, aminek soha nem lehetett folytatása, mert én pontosan tudtam, hogy én ellenem nem lehet mit kezdeni. Én nem lettem gazdag ember, én nem gyűjtöttem vagyont a televíziózásból. Nekem egyetlen egy esetem nem volt. De mondani lehet, hiszen az... Ha valakit nem lehet azzal kikezdeni, hogy nem tudom, milyen szerelmi ügyei vannak, vagy hogy nem tudom, hol mit csinált, milyen botrányt okozott, akkor megpróbálják másut, sumsutjába. És azért ez nem tett jót. Szóval én nekem ma már nem ugyanaz az érzésem van a szereplések előtt, mint ami egykor volt. Szóval nem úgy érzeztem már régóta. De mit mondod, hogy mit kezdett ki ez magában? Az önbizalmát? Igen. És a szenvedélye, meg a lendülete akár még meg lenne hozzá? Hát ezt nagyon nehéz kategorizálni. Ha valakinek nincs kellő önbizalma ahhoz, hogy azt mondja, hogy ezzel az emberrel igenis én kellek, ide én kellenék, ehhez a dologhoz én kellenék, vagy akár abban a dologban való részvételemben úgy vitatkozzam, mint egykor, amikor biztosan tudtam, hogy nekem van igazam, hogy nekem kell megmondanom, hogy hogy akarom csinálni, akár a kollégai körben is. Ez elbizonytalanodott. Szóval ma nem ugyanazon a biztos lábon állok, mint egykor. Mondjuk egy kicsit olyan, mintha azokat az időket sírnázzál vissza, amikor maga 20-30-40 éven keresztül tényleg ennek az intézménynek az első számú képviselője volt a képernyőn feltétlenül, bár azok az idők sem voltak, amennyire én emlékszem, gondtalanok. Tehát megvolt azoknak az időknek is a harca, a baja, csak éppen másmilyenek voltak azok, nem? Azt mondja egyúttal ezzel. Ott a különbség alapvető volt. Az én harcaim, hogyha voltak ilyenek, azok mindig a felsőbbséggel zajlottak. Nekem soha nem kellett sem a közönséggel, sem a sajtóval viaskodnom, vagy onnan kapnom a sajtó felől a csapást. A sajtó a tenyerén hordozta? Hogy, azért nem egészen? Nem mindig? De, igen? De nagyon, azt kell mondanom, hogy nagyon is kegyesen bántak velem. Nem is volt adtam tán okot másra, de ez mindegy, ezt az ember úgy érzi. Biztos, hogy nem volt probléma. Felsőbségen ezzel. A televízió vezetését, mindig vagy a politikai vezetést érti? Néha odáig ment. Nem lehetett tudni, mi honnan ered. Nem lehetett soha tudni, hogy a bizalmatlanság velem szemben, de ez nem volt baj, mert nekem mindig ott volt a hátam mögött az az erő, amit néha fogukat szívva is tudomásul kellett venniük a vezetőimnek, hogy a nézők előtt nem volt vitás, hogy mi a szerepem. És a bizalmat, azt ezer jelből élvezhettem. Jó estét kívánok! Azt hiszem, a megszokottnál egy kicsivel régebben találkoztunk utoljára, már legalábbis ebben a megszokott minőségben. És hát most igazán nem udvariassági gesztusnak szánom, de önök hiányoztak.
valahogy furcsa, pedig kamerán keresztül érzékelhetem csak a nézőket, ha ugyan tudom egyáltalán érzékelni, és mégis úgy van, hogy a lehetőség, hogy találkozhassunk, hiányzott. Remélem egy kicsit önöknek is. Már ami a műsort illeti, nem magamra gondoltam. Sokszor nagyon jó lett volna Argentínában is, hogyha ott lehetnek, vagy olyasmit is közölhet az ember, ami nem szűken egy-egy labdarúgó mérkőzéshez tartozik, olyan élményt. Például furcsa élmény volt, hogy az ember Dél-Amerikában úgy képzeli el, hogy folyton hőség van. Már úgy értem, ha az ember Dél-Amerikában van, akkor mindig hőség van. Mi rengeteget fáztunk. Általában 4-5 fokos volt a hőmérséklet, igen erős szél. Egy szóval igazi argentinai tél volt, és nem is tudtam elképzelni, hogy tudnám érzékeltetni, hogy milyen veszteségért engem azáltal, mert ezt nem komolyan mondom persze, milyen veszteségért azáltal, hogy most 5 hétig nem élvezhetem a magyar nyarat. Aztán hazajöttem, hát most élvezhetem a magyar nyarat. Talán a 168 óra című újságban nyilatkozta egy éve, hogy amikor újra nézem a régi műsoraimat, elképedek azon, hogy valaha milyen rózsagyúr is voltam, amolyan örök, boldog, túlnyüzsgő, de kedves fickó. Mintha ezzel azt is mondaná, hogy ebben az időszakban még nem volt az igazi. Akkor pedig azt kérdezem, hogy mikortól számítja a mondjuk úgy vitraiságot? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezen valaha is gondolkodtam, akkor is az voltam, ami vagyok, hiszen ha igaz valami, ha valamit a javamra merek írni, úgyhogy én ki ismerem mondani hangosan, az, hogy abban a pillanatban, hogy egyáltalán elkezdtem tudatosan gondolkodni a mi mesterségünkről, azt mondtam, hogy a legtöbb minden emberben, amit nyújthat, ha nem változik el. Most, hogyha az illető így ellenszenves, így ostoba, akkor a legtöbbet nyújtotta, csak alkalmatlan. De ha valaki alkalmasságában nem változik el, ugyanolyan marad, és ugyanúgy viselkedik 20 évesen, majd 70 évesen, amilyen ő, akkor a legtöbbet tudta a képen nyújtani. Talán az Örkény Istvánnal készült 5 szem közt a legjobb példa arra, hogy azért ön mégiscsak nagyon más volt a televízióban. Egyfajta ilyen pusztalan hétköznapiság, az egyszerűség jellemezte. A kérdés persze az, hogy egyszerűnek lenni a tévében, az voltaképpen egy hozott tulajdonság, tehát ilyen volt és ezt tudta képviselni, vagy pedig tudatosan ezt megpróbálta létrehozni. Nem hiszem, hogy tudatosság lett volna benne. Én mindent utólag próbáltam megfejteni. Tehát, hogy úgy mondjam, fontoskodva mondjam, én empirikus úton igyekeztem saját magam számára tételeket megállapítani. Néztem magamat utóbb, és azt mondtam, hogy ez nem jó, és spekuláltam. Én színházi rendező akartam lenni, talán ha volt hozzá némi adottságom, az ebben mutatkozott meg, hogy utóbb mindig megtudtam, vagy legalábbis megpróbáltam megérezni, hogy miért volt ez most jó, vagy miért nem volt jó. Nincs valami ital? De van. Nem lehet. Szeszes sok... lehet? Lehet szeszes? 2 ember van egy szobában Budapesten, akkor nem lehet soká magázódni. Szeszes is lehet. Vannak a szeszes italok. Valaki nagyon vigyáz rám, pedig amikor elkezdődtek ezek a beszélgetések, ezt elárulom, azt tudják a nézők is, hogy még volt szeszes ital. Coca-Colával per tud inni? A jelleg szerint a televízió szegényedik, pedig most új gazdasági évben vagy hogy megállt. Mutatja a mi haladásunkat is. Képzelj el, hogy a Rákosi korszakban 2 ember Coca-Colával iszik per tud, milyen botrány lett volna. Coca-Colát kérem szépen, még az 52-es olimpiáról olvastam, tudósításokat, ahol az egyik legrangosabb magyar sportújságíró azt írta, hogy az amerikai atléták kábítószert élveznek Coca-Cola néven. Coca-Cola néven. Isten értesen. Köszönöm szépen. Emlékszem egyszer, és akkor hadd idézzem kettőnket, már nem fog rá emlékezni. Akkoriban én a Napkeltében műsorvezető voltam, és volt már nem él egy a politikai életben elég közismert ember, aki a vendégem volt, és arról is volt nevezetes, hogy lelőhetetlen. Beszélt. És tudtam, hogy hát elment az idő, és hát ez sok. És volt valamilyen gesztusom, emlékszem, amitől abba hagyta. Átnyúlt egyszerűen. Rányúlt a kezét meg, a karjára tettem. Ami soha nem volt jellemzően. Igen. És akkor egy fél óra múlva nem tudom milyen ügyben találkoztunk, és maga ezt észrevette, és szóvá is tette. Egyedül.
azok közül, akik ebben a mesterségben nyüzsögtek. Na most erről van körülbelül szó. Ha az ember észrevesz valamit, ami ezt a mesterséget teszi ki, pár dolog van csupán, nem olyan sok, és ezt el tudja vonatkoztatni, ebből szabályt tud a maga számára csinálni, nem arra, hogy rátegyem a karomat, hanem hogy milyen eszközeim vannak arra, hogy egy embert sértés nélkül, hogy mondjam, a torkára forrasszam a szót, például, akkor így lehet tudatosság, de előre nem lehet ezt kimódolni, hogy én most ha törik, ha szakad, természetes leszek. A 60-as, 70-es években ugye a focista, a színész és a tévés volt a csúcs, legalábbis így jegyzik a krónikák, meg lehet is erre azért emlékezni mondjuk egy magamfajtának. Hogy bánt ön akkor a népszerűségével? Azt hiszem, hogy egy dologban szerencsém volt, hogy annyira gátlásos vagyok így társaságban, hogy én nem tudtam elszállni, mert kifejezetten rosszul éreztem magam. Szóval nem fürödtem benne soha. Erre tanúim is lehetnek, hanem a dolog másik oldala az, hogy másként voltunk mi népszerűek. Most úgy történik, ha jól látom, remélem jól látom, most ez úgy történik, hogy valakit kitalálnak, vagy azért, mert a való világban volt, vagy valamiért, és azt mondják, hogy na, ez most műsorvezető lesz, mondják, színészre, vagy már énekesre, vagy színész, szereplőre, civil színészre, szóval ilyen amatőrre. És akkor kinevezik. Mit lehet tenni érte? Mielőtt még bármit csinálna, istenné emelni, tehát elemelni az emberektől, hogy ez már is 4-5 lépcsőfokkal feljebb legyen, mert Uram Isten, ha ez a talajszinten van a nézőivel együtt, akkor mesztelen a király azonnal lelepleződik, hogy ez nem tud semmit, sőt. Tehát el kell emelni, csak hogy messziről kell róla iratni a lapokba, meg kell jelenni, hogy kivel hol látták, társadalmi eseményen, ilyen-olyan bálon, hogy főz, és így tovább, és így tovább. Nálunk a vezetés rettenetesen vigyázott, nevetségesen vigyázott akkor tájt arra, hogy jaj Istenem, nehogy elszálljon az agyuk ezeknek, 4 évig a nevem nem írták ki, hogy ki közvetíti a meccset, nem volt odaírva. Rádióban. Hogy elszálljon? Igen, de ez csak szerényen, mondta az akkori műsorigazgató, remélem most hallja és tudja, kiről beszélek. Tehát meg voltunk mi fogva itt is. De ugyanakkor a mi népszerűségünk az olyan volt, hogy úgy kellett kinéznünk, hogy végül is mi is olyanok vagyunk, mint te nézőként. Pontosan ugyanolyanok az érdem a tévéjé, az eszköz, és ebben nagyon sok van. Valamikor rövid időn belül ön szerint vissza fog állni az a kiszökkent idő? Soha. Soha többet? Nem kell neki visszaállnia. De miért az normális dolog, hogy ugye most azért a szakmának tisztelet a kivételnek 90%-áról mondta el körülbelül a véleményét, mert valóban ilyen csinált idézőlesztárok léteznek, szóval ez azért így normális? Hát előbb-utóbb azért csak igazságot szolgáltat, nem? Nem tudom, miért? Mert a dolgok normális rendje, egyfajta normális értékrend mentén szerveződik. Igen, de hát a műfajjal van baj. A műfaj a non-fiction, tehát az a civilek a képernyőn. Ha a hitelünket szintetikus úton hozzák létre, és nem mi magunk teremtjük meg, és ez a nézőnek megfelel, akkor miért jönne vissza? Hát ez messzire vezet, meg talán túl szakmai lenne, de hát én egyáltalán vagyok abban biztos, hogy ez a nézőnek megfelel. A nézők egy bizonyos csoportjának megfelel, és egy másik csoportjának meg nem. Melyik a nagyobb? Ezt nem tudjuk. Egyelőre nem tudjuk. Igen? De. Nagyobb az, akinek létszámban megfelel? Aki el van ezzel. Időközben törekedett lépést tartani az idővel, vagy úgy is kérdezhetem, hogy mit gondol, korszerűsödött-e ön, már ami a műfajt illeti, kellő mértékben? Nem. Nem, de nem volt szándékom. Nem tudok. Ha nem eszköznek tekintem magamat, amin módosítgatok, tehát ha csak annyit módosulok, amennyivel emberileg, privát emberként is több leszek, akkor igen, azt nem tudom, hogy megtettem-e, igyekeztem, úgy viselkedtem, mint minden normális átlagember. Ha ebben korszerűsödtem, tudok bánni a kompjúterrel, ez is valami.
Tehát ilyen értelemben igen, de külön a kép számára, a néző számára nem. Nem beszélek olyan gyorsan, mint akik a sugógéphez szoktak hozzá, nem igyekezek ide-oda szaladgálni a stúdióba, nem hiszek abban, hogy a kamera így mutat, meg így mutat, akkor az a korszerűbb, és most csupa olyat mondtam, amivel minősítettem is, úgyhogy ez egy disznóság. A maga számára ki vagy mi volt, és ki vagy mi ma a kontroll? A szakmai kontroll természetesen. Igen, legjobban saját magamtól féltem, de legjobban. Mert azért azt nem tudom, kell-e mondanom valakinek, aki hasonlóan működik, mint egykor én, hogy az ember pontosan tudja. Pontosan tudja, ha észnél van, és nem is tudja másként csinálni ezt a mesterséget, hogy mit rontott el. Pont védekezik köröm szakadtáig, önmagával szemben is. Nem, hülyeség, túlzol. De pontosan tudja. Na most az szörnyű. Az szörnyű. Szembesülni azzal, hogy én tudom, hogy mi volt, még amikor meg is úszom a kritikát. Tehát ez az első helyen. Második helyen majdnem minden. Azt szoktam mondani, és Isten bizony így is gondolom, hogy a rossz kritikából sokkal többet tudtam tanulni, mint a jóból. Jó lehet, meghaltam azért, hogy jót írjanak. És megőrültem attól, hogy rosszat írnak. De a rosszban azt mondtam, még ahol igazságtalan volt, ahol elfogult volt, ahol személyes indulatok táplálták is, mit fogott meg, mibe kapaszkodott bele, hol próbált engem kikezdeni, ott, ahol valami gyengeség lehetett. Tehát még abból is lehetett. Azon gondolkodott-e, hogy szakmai értelemben erre a korára, de már talán egy korábbi időszakra is visszautalhatok, miért maradt ennyire egyedül? Tehát miért nincs mondjuk a szakmából egy olyan barátja, akivel már nem a szakmáról, vagy nem azt tartja össze a barátságukat, hanem valami egyéb kötelék? Azt hiszem, hogy a kiindulási pont, tehát a premissza az igaz, hogy szakmailag egyedül maradt. A végére föltétlenül. Igen. Hát a végére az mondjuk már természetesen maradtam egyedül, hiszen a többiek abba hagyták az én kortársaim. Nincs a pályán senki. Most az örökös tagságnál lehetett látni. Másra gondolok. Én olyan értelemben kérdezem, hogy miért volt és miért maradt ennyire egyedül szakmailag? Igen, én értettem a kérdést, de hát a kérdés másik fele az volt, hogy ugye, mert hogy egyedül vagyok. Hát egyedül vagyok azért is, mert az életkoromnál fogva, és az életkoruknál fogva a többiek már nem működnek, nem tevékenyek. De igaz egyébként is, valóban igaz. Nem tudok rá magyarázatot adni. Lehet, hogy kiállhatatlan fráter voltam, vagy vagyok. Nehéz ember volt mindig is? Azt mondta Balogh Mari, amikor itt járt, hogy egyenesen félt öntől. Igen, mert nagyon zárkózott, nem volt nagyon közlékeny, ezt már különböző interjúkban nem Balogh Maritól olvastam, amit nem is tudtam pontosan hova tenni, hogy talán ez egy genetikai hozomány, vagy pedig egész egyszerűen az élet, az évek, az évtizedek, ez a szakma, amit átélt ebben, azt hozták, bizalmatlanságot. Hogy... Tessék? Bizalmatlanságot. Igen? Igen, 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 igen. Igen, tényleg azt hiszem, hogy a kelleténél sokkal zárkózottabb voltam. És bizalmatlan milyen értelemben? Nem hittem senkinek. Nem hittem. Bizalmatlan, igen. Bizalmatlan. És sajnos azt kell mondanom, hogy a bizalmatlanságom többször igazolódott be, mint sem. Ellenkezőleg csalódtam volna kellemesen, ha bizalommal voltam. Valaha maga nagyon nyitott személyiség volt? Gyerekkoromban biztosan. De akkor az meg hogy van, hogy valaki úgy egyébként zárkózott, vagy bizalmatlan, és amikor kamera elő kerül, akkor megszűnnek a gátlásai, megszűnik a rejtőzködése, és ott kinyílik. Ott szeretek lenni. Kovalik mondta egyszer, hogy mi másképp vagyunk bekötve Vitraival, azt mondta, mert míg én, mondta Kovalik Károly, akkor élek, amikor a stúdióban lekapcsolják a lámpákat, Vitrai meg akkor él, amikor fölkapcsolják. Igaza volt? Igaza volt. Én nekem tetszett ez. Tetszett, mert ezt ezzel eltalált, és igaza volt. És azt mivel magyarázom, hogy kortársai közül, amire az imént utalt, ön maradt legtovább, mondjuk úgy adásban, vagy adásképes? Nem hagytam magam biztos elkergetni. Ne gondolja egy pillanatig sem. Most hirtelen magam elé próbálom idézni az arcokat. Hát mára már nem, mert azért, hogyha most... Nagyon sokkal előfordul ebben a szakmában, hogyha kiszáll vagy kiszállítják belőle, akkor valamit fölad. És nem feltétlenül hízik el,
vagy nem biztos, hogy rögtön roncsá lesz, de fölad valamit, azt a készséget, hogy nekem holnap vagy jövő héten nekem úgy kell mutatkoznom, amilyennek megszoktak. Függetlenül, hogy már rég esetleg nem tudok úgy mutatkozni, de akkor is azt kell innem. Most aki kiszállt, akinek nincs dolga ezzel többé, az belülről is fonnyad. Ha jól értem, akkor nem akarta föladni? Nem is volt rá okom, én dolgoztam mindvégig. Azért még amikor az embert nem látják a képen, én azt hiszem ez az egyik műfaj, amivel nem próbálkozott. Szóval amikor az ember közvetít, amikor az ember egy sporteseményhez beszél, azért az egy nagyon kemény angárd. Ahhoz nagyon-nagyon is koncentráltnak kell lenni valakinek, hogy az eseményhez hozzáfűzzön. Gondoljon bele, hogy manapság már ez is annyit változott. Na ez látja, ez változott a legtöbbet. Valaha minden rá volt bízva arra a beszélő emberre, hogy eredményeket mondjon, részeredményeket, életrajzot, ezt, azt, amazt. Most minden föl van írva a képernyőre. Most, hogyha ő benne nincs több szín, ha ő nem tud hozzátenni még valamit, akkor fölösleges a jelenléte. Ez nagyon megváltozott. És ez is egyfajta készenlét, tehát igényel. Egy viszonylag hosszú perióduson keresztül miért foglalkozott olyan sokat a testi fogyatékosokkal? Miért volt az, és ezt a kritika is akkoriban szóvá tette, hogy nagy számban ezeket az embereket mutatta be? Rólam olyan sok szépet írtak a kritikák. Én ilyen vastagon tudnám hozni, és most csupa ilyen negatív kritikai megállapításokkal szembesít. De igaz, volt ilyen, hogy volt, aki viccből, Szilágyi János például a rádióban, hangosan, adásban mondta valakinek, aki betelefonált az ő műsorába, esti műsorába, valamilyen fogyatékosság az, hogy féllábúak, vakok, bénák a vitraihoz menjenek, mondta. Kedvesem. Tehát való igaz, hogy de ebben nem volt, nem hiszem, hogy talán védekeznem kell, nem hiszem, hogy szándékosan toboroztam volna magamnak. Ezeknek az embereknek úgy látszik volt bizalmuk hozzám, talán elhitték, hogy megpróbálok, legalább megpróbálok segíteni. De tudja mit, még az is nagyon sokat számít az embereknek, és ez nem kell fogyatékosnak lenni, ha elhiszik, hogy ez az ember figyel rám. Ez meghallgat, tényleg, ez nem csak a saját végszavára vár. Nagyon szépen köszönöm. Örültem, hogy együtt láthattam magukat. És hát akkor én is hadd gratuláljak a születésnapodhoz még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Március 25. Hát majd lesz. Öreg. Lesz, de amikor hát az is ilyetek, mert amikor a nézők látnak minket, az épp a születésnapod után. Nagyon szépen köszönöm. Ez is már egy öreg legény lettem. Hát, de más az öreg és más a vén. És ki a vén? Én? Talán? Talán én. Na, jó van, na. Köszönjük. Fogjanak még egyszer. Jó van, hát Adler kell. Erőizom, C-vitamin. Akkor majd megkeresem. Csinálj így, mert nyálati folyt. Bármikor, ha mondjuk nehéz helyzetbe jutott, gondolkodott ez alatt a mondjuk úgy 40 év alatt, 46. éve van a pályán, de mondjuk inkább úgy mondom, hogy 35-40 év alatt, hogy abba hagyja és valami egészen más csinált. Jutott-e egyszer is ez az eszébe? Nagy szégyen, mi? Soha. Nem? Nem. És most van hajlam önben, hogy mondjuk a televízión túli életet fölfedezze? Azt hallom, vagy olvasom, hogy Dunán időnként csónakázik, meg megtanult, nem igaz? Ez már, de hát már hol van az már? Igen? Mert ugye azért azt, hogy... Eladtam, volt egy kis, kaptam egy kölcsön, egy hajótestet, vettem egy motort hozzá, és azt mondtam, hogy ez már az igazi úri passzió, motorcsónakázni a Dunán. Na most kérem szépen, senki nem akart velem jönni kétszer. Hogy érti? Egyszer volt, másodszor már nem jött se a fiaim, se a feleségem. Mert rosszul zajos. Vezette? Hát, nem. Azt hittem, hogy rosszul vezette, és nagyon hullám. Egyszerűen zajos, beszélgetni nem lehet, és mit csinál, megyünk föl alá, aztán akkor mi van? Nincs, hova menjek? Tehát ott pöfögött a motor, azt mentem, de én is untam. Eladtam. És aztán cserében tanult meg síelni? Mert az mostanában 10-11 éve történt. 62 éves, éppen 10 éve. Az óriási. És milyen pályán mer lemenni? Tehát mi a maximum? Hát most már 2-3 éve nem voltam sajnos, mert nem jutottunk hozzá. De ugye a fekete pályán nem mentem le soha.
de a, hogy is van, a sorrend kék az a legkönnyebb, és aztán a piros és a fekete. Igen, ez igen, igen. Na, piroson már mentem. Piroson már ment? Az igen. Nagy szó. Nem sok. Középhaladó, nem, azt mondják. Igen, igen. Hát ha aki 62 évesen tanul meg, és őszintén szólva ezt ilyen legénykedésből tanultam meg, a feleségemmel fölmentünk egyszer gyalogosan, egyikünk se tudott síelni, Kisbüelbe, a Hannenkámra, és akkor mikor kiszálltunk ebből a fölvonóból, akkor csak így süvítettek el a pasik, beugrottak a lécükbe, és mentek, és akkor azt mondta a feleségem, mert ezt egyszer ki kell próbálni. Voltak kétségeim, hogy ki kell ezt egyáltalán próbálni, és rettenetesen élveztem. Na, hát ez olyan dolog, hogy olyan súlyosan nem lehet terhelve az ember gonddal, bajjal, intrikával, hogy fölköti azt a lécet, és akkor már minden az ő életéről, a fizikai életben maradásáról szól, mindent kimos a fejemből. Estéig csak az a fontos, hogy jól fordultam-e, és hogy fönnmaradtam-e lábon. Az iméntieket csak azért hoztam szóba, mert arra voltam kíváncsi, hogy van-e hajlam önben felfedezni a televízión túli életet, most vagy mostantól? Én nem hagytam azt abba, vagy igen. Ezen el kéne kezdeni gondolkodni, hogy mit jelent a televízión túli élet. Társaságba járást? Mert nem járok, nem is jártam nagyon. Nem tudom pontosan, mit jelent, mit hagytam ki. Például, én ezt csak kérdezem, nem tudom. Ez egy érdekes dolog, látja például, ez is, ezen el kell, hogy most szembesít vele először, hogy mi például a tévén kívüli passzióm. Hát, ez is tévé, milyen furcsa, ugye, hogy egy társaság, egy nemzetközi társaság meghívott előadni, akkor Kanadába. És hát nekem nagyon hízelgett, ugye, hogy hát azon az idegen nyelven, amin viszonylag a legjobban tudok, hogy beszélhetek a saját szakmámról, sportról és sportközvetítésekről volt, ez volt a megadott témám. És akkor legközelebb meghívtak, akkor ők Madridba jöttek össze. Ez egy workshop, tehát egy szűk társaság, 21 néhány ember, mindenki maga elő is ad, és mindenki maga egyszer, és mint hallgatója is. És ezekkel nagyon jól éreztem magam. Minden elméleti síkom volt, nem kellett bemutatni, hogy ülök a mikrofon mögött, vagy milyen hangosan ordítok, hogyha gól. Tehát minden elmélet is, de a szakmáról szólt, és éreztem, hogy olyan emberek, akikkel mindig szívesen beszéltem, mert ez a szenvedélyem, erről szívesen beszélek. Hát akkor kitűnően fogják hasznosítani itt a tévében, mint elnöki főtanácsadó. Hát hiszen erről fog beszélni esetleg. Őszintén, hát ha megkérnek. A műsorokban való politizálástól miért óckodott vagy tartózkodott mindig? Tehát miért volt az, hogy politika közelébe nem ment? Félt, vagy valami más oka volt? Sok minden oka lehetett, mondhatnék negatív dolgokat is, de hadd mondjam inkább azt, ami nekem ebben a leginkább tetszik, ugye a Hattyúban, Molnár Ferenc darabjában, a Hattyúban mondják, hogy a hercegnőnek a végén, aki hát belekeveredik mindenféle olyan ügyben, ami hozzá nem méltó, és akkor azt mondja neki az anyja, hogy tudod, nem tudom szó szerint idézni, de lényeg benne van, hogy tudod, kislányom, a Hattyú, ez a fenségesen méltóság, teljesen gyönyörű madár, ott úszik a tó felszínén. De ha kijön a szárazra, akkor egy egészen másik madárra hasonlít. Tehát így voltam én a politikával. Tehát az én érzékeim, ha egyáltalán dolgokhoz volt érzékem, na, ebben a politika nem volt benne. Szóval valahogy ez olyan idegen volt tőlem, és még akkor is, amikor divat volt beleártani magunkat, amikor egyszerűen úgy nézett ki, hogy valamiféle politikai hatalommal rendelkezik a televízió. Őszintén szóval, ha tettem is kísérletet, biztos, hogy nagyon szerencsétlenek voltak ezek. Anyagilag, szükséglete szerint manapság mindene megvan? Igen. Tehát semmiből nem szenved hiányt. Nekem ennyi kell. Nem. Nem szenvedek. Az ennyi az mennyi? Már nem összegszerűen kérdezik? Tessék kérdezni, mit értünk ezen? Tehát, hogy meg tudok-e élni abból, amit megteremtek? Igen. Igényeim szerint igen. Nem szeretném alább adni, rosszul esne, ha alább kéne adnom, de ebben nincs semmi fényűzés, vagy fenhéjázás, semmi. Sőt. Mit gondol, mi marad az ön munkásságából? Ez egy efemer, kirészéletű dolog ez a miénk.
Én elgondolkodtam ezen. Tudja, mostanában jutott eszembe, hogy érdekelnie még azokat, akik élnek, hogy úgy mondjam, kortársaim, vagy egy kicsivel még fiatalabbak is, de valamivel engem még azonosítanak a tetteimből, legyenek azok jók vagy kevésbé jók is. És azt gondoltam, hogy mondjuk egy ilyen sorozattal, hogy régi idők televíziója, egyszerűen elővenni azokat, amiket csináltam, hozzá se nyúlni. Lehet, hogy aztán... Jaj, unalmas, hosszadalmas, kit érdekel ma leadni egy az egyben a régi darabokat? Igen, igen, és nem is kéne magyarázni, csak vessék össze. Vessék össze, hiszen én ma, ha leülnék a televízió elé rendszeresen, és nézném, az összeset mondom, nem csak a közszolgálati, hanem a kereskedelmit is, lengethetném a kalapomat, emelgethetném ismerős műsoroknak, amelyeket én megcsináltam, a magam egyszerű módján, az akkori televízió rendkívül egyszerű és szűk eszközeivel megcsináltam, volt. Ma is meg tudnám nevezni, hogy milyen műsorok ma rokonai, például a Csak ülök és meséleknek, vagy melyik a sikernek, és így tovább. Sőt, még a Vetélkedőkben is, a Most mutasd meg című játék, ha még emlékszik erre, ma... Persze. Őrületes sikerrel megy az egyiken. Activity címmel, azt hiszem. Igen, 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 igen. Tehát valójában mondom, folyton emelgethetném a kalapomat, hogy nézzük meg, hogy akkor ezt, hogy még azon is lehetne mulatni, tán, hogy milyen szánalmasan gyermetek volt, amit csináltam. De hát, ha van benne érték, egy kis időre, de ez, mert ezt kérdezte, ezek nem maradandók. Elmúlik úgy, ahogy volt 46 év? Erre. És akkor mi van? Legfeljebb kétkedem, jó? De nem válaszolok. Nem, én mondjuk, hogyha azt mondanák nekem, hogy fönn valahol, vagy lenn valahol, nézek felhők fölül, vagy kifele, fölfele kacsingatok, és azt mondják nekem, hogy képzeld el, hogy a Friderikusz bácsi emlegetett téged és egy műsorodat, azt elvárnám, mert maga szaktársam. De a nézőnek ebben... nem kell, nem fontos. Na jó, hát én meg tudom ígérni magam nevében, és ebben de bízom. De várjon, Friderikusz bácsi maga lehet, hogy addigra már feledékeny lesz. Akkor fölírom most magamnak, és majd emlékeztet ez a papírt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is. Megtisztelt a jelenlétével. Kis Sámlin kezdtem el a tévés életem. Azt mondták, képemet látni csak így lehet. Álmokkal telve, nem voltam nyegle. Cseppet sem számított, hogy gázsit mit kapok. Fontos, hogy itt vagyok. Fontos, hogy itt vagyok. Volt bennem szorgalom, és nem fentről oltalom. Csillagom felragyog, rendhagyó ügy vagyok. Így lettem az, ami próbáltak bántani. Nem mondtam, hagyjatok, nem mondtam, hagyjatok. Fontos, hogy itt vagyok, fontos, hogy itt vagyok. Jaj, mennyi fajta sport, ó, mennyi képriport, kell hozzá szaktudás, csöbb humor, mi egymás. Jött aztán Mexikó, futballról semmi szó, napfényben állok ott, a könnyem kicsorog, és mégis ott vagyok, fontos, hogy ott vagyok. Ezek is jó magyar humusz, oly jó talaj. Annak, ki lemarad, ugrálni nem szabad. Egy és más tettem ér, nem termet sok babér. Cel Ádám, ó, besok, pörpatvart rám hozott. És mégis itt vagyok, és mégis itt vagyok.
Amit próza nem bír el, dalban hadd mondjam el. Feltörni oly nehéz, leégni semmi vész. Éghetsz meg hatszor is, csak legyen nakszol is. Tán hár haragszol is, meggyógyulsz akkor is. Mágyára küldhet ó, szent inkvizíció. Mit lángolsz, jó Tamás, nincs már kínvallatás. De száz közül egy eset, kis ember győzhetett. Így annyit mondhatok, nem baj, hogy itt vagyok. Nem baj, hogy itt vagyok, nem baj, hogy itt vagyok. Fontos, hogy itt vagyok, fontos, hogy itt vagyok. Fontos, hogy itt vagyok.